Sziasztok! A mostani rövid kis bejelentkezésünkben a filmezéssel kapcsolatos csatornánk legfrissebb sorozatát szeretnénk kicsit bemutatni nektek. A sorozat a The Filmmaker's Handbook című könyv alapján készült. Nem egy karcsú, tehát egy viszonylag vastag, összesen 882 oldalas könyv. A szerzőpáros a könyvet 16 fejezetre ossza. Mi ezekhez a fejezetekhez igazodva alkottuk meg előadássorozatunkat, ami a mi esetünkben 15 rész. Ugye ez a 15 rész elsősorban a digitális filmezéssel kapcsolatos. Ugye a könyv viszonylag részletesen taglalja az analóg filmezés sajátosságait is. Mi magából az analóg részből csak a legfontosabb dolgokat fogjuk kiemelni. Mivel a könyv méltán a filmezés bibliájának is neveznek, hiszen gyakorlatilag a filmezés a film előkészítésétől egészen a forgalmazásáig minden lépését úgymond A-tól Z-ig bemutatja. A témák részletes bemutatását ábrákkal segíti a könyv. Ezek az ábrák azonban teljes egészében fekete-fehérek, így mi a 15 részes előadásunkban igyekeztünk nem csak ezeket úgymond a fekete-fehér ábrákat felhasználni, hanem kibővítve, és olyan témáknál, mint mondjuk a színek, színterek, tehát színes ábrákat is alkalmazni. A színes ábrák mellett pedig szemléletes, oktató videókkal is készültünk nektek. Hogy egész konkrétan miről is lesz szó, abból most lássunk egy kis ízelítőt. Valahonnan onnan indulunk, hogy melyek a filmkészítés fő lépései az előkészítéstől egészen a forgalmazásig, kitérve a filmezés céljára. Beszélünk a kameratípusokról, megnézzük, milyen tévés, webes és mozis formátumokat különböztetünk meg. De részletesen bemutatjuk az egyes úgynevezett framerate beállításokat is. Részletezzük a dinamika tartományt, de elmerülünk a színek, színrögzítés és az ismertebb színterek világában is. Beszélni fogunk a képarányokról, a videókamerák felépítéséről, kiemelve magát a kamera zárt, valamint a zársebességet és az expozíciót. Részletezzük az objektíveket, és itt fogjuk látni, milyen határozott metszet is van a fotózás és a filmezés között. Foglalkozunk mélységélességgel, látószögekkel, a különböző objektív típusokkal, sőt, megnézzük a különböző objektív leképzési hibákat is. Alaposan átrágjuk, hogy is lesz a fényből digitális jel, részletezzük a bitmélységet, foglalkozunk az úgynevezett loggal és a RAW-val, amik ugye kitűnő utómunkálási lehetőségeket biztosítanak. Foglalkozunk képstabilizációval, időkóddal, a digitális tömörítés lehetőségeivel, valamint a gyakori konténer formátumokkal is. Megnézzük, milyen módon adaptálják a forgatókönyvet egy komplett vizuális egységgé, amit ugye filmnek nevezzük, és persze, hogy milyen főlépésekkel jutunk el magáig a forgatókönyvig. Kitérve persze a fontosabb formátum követelményekre is. Szó fog esni a snitt típusokról, a kameramozgatási alapokról, bemutatva a különböző kameramozgató eszközöket is. De beszélünk a fontosabb dramaturgiai megközelítésekről is. Átfutjuk, hogy épül fel egy stáb, valamint kik a gyártási munkálatok felügyelői. Részletesen bele fogunk menni a hanggal kapcsolatos ismeretanyagba. Megnézzük a mintavételezési frekvenciát, a bitmélységet, beszélünk a mikrofon típusokról, iránykarakterisztikákról és a mikrofonok elhelyezésének alapjairól is. Kitérve a dinamika tartomány szabályozásának lehetőségeire is. A hang után magáról, a fényről, a világítás lehetőségeiről fogunk szót ejteni. Beszélünk a fény keménységének szerepéről, és arról, milyen módon befolyásolja a filmek hangulatát, tehát ez a keménység, valamint a fény iránya, bemutatva a klasszikus megvilágítási típusokat. Részletezve a fényforrások legfontosabb fajtáit. A vágással kapcsolatos elméleti alapokba is betekintünk, megemlékezve a jellegzetes vágástípusokról, és beszélve kicsit a vágóprogramokról is. De szó lesz emellett hangvágásról és keverésről is. Végül, de nem utolsó sorban a filmek büdzséjéről, forgalmazásáról és a marketingről is szó esik. Úgyhogy ne is habozzatok, csapjatok bele és nézzétek meg első konkrét oktató videónkat.
Ha pedig ez a videó is tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel! Köszönjük, hogy itt voltatok! Sziasztok!